csatorna főtámogatója a Triumph Budapest. További támogatóim a Biker Fashion. Ha motoros ruházatot szeretnél, keresd a Facebookon Vojáki Nagy Zsoltit. A PMG Motoros Farmer forgalmazója, Kalmár Motor Szeged. Sziasztok, ez a Triumphos Heke csatornája, és amit most be fogok nektek mutatni, az nem más, mint a címből is már kiderült, a Carburide-nak a V502-es kijelzője. Hogy is alakult ki a kis kínaival ez az együttműködés? Az igazság az, hogy ez a termék előtt én az Aliról röndöltem egy másik hasonló típusú terméköt, amivel nem jött össze a dolog, nem bírtam a sisakkal összepárosítani, annak menni kellett a levesbe. Innentől fogva elkezdtem keresgetni a netön, egy-két magyar youtubernél már megláttam, hogy tesztölték ezt a terméket. Na most nálam az együttműködés a Carburide-dal nem úgy jött létre, hogy ők megkerestek engem, hanem én kerestem meg őket, mint youtuber, mondom, próba szöröncse, így is úgy is szerettem volna egy ilyen terméket vásárolni. Írtam nekik e-mailt, visszaírtak, visszajelöztek, tetszett neki a csatorna, tetszett nekik, amit csinálok, és akkor elküldték nekem ezt a Carburide V502 típusú készüléket. Úgyhogy ez a videó ez azért készül, hogy bemutassam nektek ezt a készüléket. Ma a postás jött hozzám, és nem más honnan, mint Kínából. A postás persze az makói volt, de a csomag az viszont Kínából jött. És mint a címből is ez kiderült, ez nem más, mint a Carburide küldött nekem egy csomagot. Én telefonnal navigálok, és én szeretem, hogyha valami olyan kütyű van előttem, ami vízálló, és innentől fogva én ez a termék megtetszett. Én az autóban is Android autós fejegységgel navigálok, telefonnal összepárosodik vezeték nélkül. Nagyon jó a dolog, nekem tetszik, úgyhogy azt gondoltam, hogy motorra is pattintok egy ilyet. Na bontsuk ki. És akkor bicska a kézbe. Mint látjátok, ez a Carburide-nak a V502-ese, ez a legkisebb, de erről még a későbbiekben beszélni fogok, hogy milyen változatok vannak ebből. Annyit előjáróban ez a legkisebb androidos fejegység. Csomagolás leugrik. Egyébként jó be volt csomagolva, a doboz én úgy látom, hogy sértetlen. Tökéletes. Mint látjátok is vízálló. Kormányra szerelhető, de erről lesz szó. Bluetooth, vízállóság van, jó chip van benne, zenét tudtok, hangvezérlést, akár SD kártyát belepakolni. Akkor nyissuk ki a dobozt. Találunk benne egy jó kis habcivacsos történetet, hogy védje az egységöt. Mint már látjátok is, az egység az azért látszik. Másik szivacs körülötte. És akkor vegyük ki az egységet. Ez egy kicsit bele van fűzve itt a történetbe, úgy látom. De mindjárt kifűzöm belőle. Opszi. Na és a lényeg az, van hozzá már, látjátok, gyárilag össze van csatlakozva, amit akkumulátorra rábírsz kötni a sarura. Van benne egy biztosíték, és van hozzá egy vízhatlan csatlakozó. Széttekered, puff, lehúzod, és már külön is van a fejegység. És akkor van hozzá még egy USB csatlakozós vég is, hogy ne kelljen az akkumulátorra kötni, akár ha motorodon van, szerintem a mai világban már azért minden motoron van USB csatlakozó, úgyhogy van hozzá egy ilyen lehetőség is, ez tulajdonképpen a gyári csomagban benne van mind a kettő, és akkor van még hozzá egy ilyen kormányra szerelő szett is tulajdonképpen. Ez a colos golyórendszerrel működik, szerintem ez se ismeretlen számotokra. Motorosok körökben én úgy gondolom elterjedt az az amerikai márka, ami ebben foglalkozott leghamarabb. Ez ugyanazt a célt szolgálja. Nekem ilyen van a motoromon, úgyhogy valószínű nekem ez a cucc, ez nem kell hozzá majd. De megmutatom ezt is, hogy hova lehet esetleg majd főrakni. Plusz küldtek hozzá egy biztosítékot ebbe az akkumulátorra köthető szethöz. Mi van még hozzá? Van hozzá egy ilyen kis kulcs, amivel igazából azt mondja a kínai, hogy ezzel az egy kis kulcsal te fölbírod ezt az egészet applikálni a motorodra. Természetesen lehet, hogy nem, mert az akkumulátor sarudat azt, hogyha le akarod csavarni, valószínű, hogy nem ez a kis kulcs kell hozzá, de megoldható a maga a felszerelés. Az USB-s módszerrel ezt a szettet gyorsan összebírod patintani ebből a kis kulcsal. És ami még van hozzá, egy használati útmutató. Előtte olvassátok el föltétlen az utolsó betűig, az utolsó szóig. De egyébként elég jók az ábrák benne,
úgy látom, hogy nagyon magától értetődő a dolog. Simán el lehet igazodni, én úgy látom így a bekötésről. Nagyon jó a rajz, látható, hova kösd a pirosat, hova kösd a negatívot. Tök jó, összerakod, motorra fölpattintod. Érthető, látható így az első pillanatban, hogy kint van füzetöt. Sisakkal való párosítás, fülessel való párosítás. Szerintem ez nem fog gondot okozni nekem. És akkor még egyszer a szettit kipakolva az asztalon, kibontottam most már a kelléköket. De ennek igazából nem itt van a helye, hanem fönt a motoron. Úgyhogy kimegyünk a motor mellé, és akkor megnézzük, hogy milyen ennek a beüzemölése, milyen a beállítása. Ha jó, jó, azt is elmondom, ha nem túl jó, azt is el fogom mondani. De tényleg még egyszer hangsúlyozom, én erre a készülékre vágytam. Gyerünk, nézzük, hogy milyen. És akkor egy pár szót, hogy beszéljek is a cégről. Egy olyan gyártó, aki 12 éve foglalkozik autóipari elektronikával, autórádióval, autós navigációval és vezetési rögzítővel. Androidos autórádiók, különböző márkájú autókhoz alkalmas autórádiók. Vannak neki több termékei, egydínös, kétdínös, MP3 lejátszói, MP5 lejátszói. A Carpuride-ot magát 2016-ban hozták létre. A céljuk az, hogy tényleg magas színvonalú és jó minőségű terméket csináljanak. Üzemükben 200 mérnök, 3000 dolgozó dolgozik. Mindő termékük egy egész jó magas színvonalat képvisel. És akkor rá is térnék, hogy mire jó ez a készülék valójában. Először is le kell tisztázni, hogy ez a készülék önmagába, navigációra, telefonálásra nem alkalmas. Ez úgy fog működni, hogyha van egy Android vagy egy iOS alapú telefonod, és valamelyik készülék típusról szépen azt, amit a telefon képernyőjén elindítasz, navigációt, zenét, bármit, ez kitükrözi ide. Hogyha összepárosítottad a telefont a készülékkel, ezek után a következő indításkor föl fogják egymást ismerni, innentől fogva egyszerű párosítás után ezzel nem nagyon kell foglalkoznod. Az Android vagy az iOS rendszer föl fogja ismerni a készüléket, indítja a telefonodon az Android autós alkalmazást, innentől fogva kinyílik előtted a világ. Mint hogy láttátok is, a dobozban van egy kormányra szerelő szett. Ezt a szettet, ahol a kis villáskulcsa pikpak föl lehet rakni, ezt mindjárt mutatom. És akkor, amit mondtam, itt van ez a kis kulcs a fölszereléshez. Itt látjátok a tartót. Ezt fogod, kormány nyakára fölszerelőd, két kis csavart meghúzod, ezzel a kis tekerő gombbal ráhúzod a colos golyóra, belenyomod magát a készüléket ide, meghúzod, atom biztosan fog állni. Na én ezt most nem fogom megcsinálni, mert a colos golyó már nekem itt van a plexim mögött fölszerelve, mert ez a telefon tartom, ez jelen pillanatban itt volt, úgyhogy én erre fogom mindjárt fölapplikálni az egész cuccot. És akkor kezembe vettem a készüléket, mint látjátok. Én annyit csináltam, nekem egy mini USB csatlakozón van a motoron, ebbe szépen belepattintod az USB csatlakozót, és bedugod, mindjárt mutatom is. A fölszerelés, látjátok, amiről beszéltem, colos golyó, ott a colos golyó helye. Szétcsavarod, fogod, ráhúzod, és már atom biztosan áll is a cucc. Ja, még ami nagyon fontos, nézzétek! Azt a minden ide jó volt! Én amiért ezt az 5-szolos készüléket választottam, ez nem más, mint nekem úgy gondolom, látjátok, most a plexim is lecseréltem, egy nagyon kicsi plexim van, a 7-szolos készüléket én túl nagynak találtam, úgyhogy maradtam ennél a kisebb verziónál. A szemem még azt mondom, hogy jó, én látni fogom ezt a kijelzőt, honlapra fölmötök, közel 10 fajta ilyen motoros készüléket találtok, ami van kimondottan BMW specifikus, van hosszított verzió, van 7-szolos verzió, van olyan, ami kamerás verzió, kifogyhatatlan a tárház, bírtok szemezgetni. És sokakban fölmerül a kérdés, hogy miért választam ezt a készüléket, mikor földobhatom a telefont is oda. Persze csak a mai világban az az igazság, hogy pont amiben most is kamerázok, az egy igen drága készülék, fölrakod, és ezeknek már a kamera stabilizátorát, hogyha itt rázkódik egy két napot itt a motoron, már lehet, hogy azt mondják sokszor, hogy nem is kell két nap, egy fél nap alatt szét tudod verni a kameráját, innentől fogva nem biztos, hogy a legdrágább készülékkel kéne ezt csinálni. Jó, persze, akkor veszek egy olcsóbb telefont, és akkor földobom ide. Az is jó, én eddig pontosan ugyanezt csináltam, viszont avval már jöttek a bonyodalmak. Akkor ugye, ha azon nincsen netöd, akkor a saját telefonodról oszd meg a netöt a másik telefonra, a hívásodat irányítsd át, hogy föl tudjanak hívni, hogyha jön hívásod. Én megmondom őszintén, hallgatok zenét, innentől fogva az internet muszáj, hogy rajta legyen, és én úgy gondoltam, hogy akkor magyarul két készüléket kell alkalmaznom, amit megbír oldani ez önmagába. És miért bírja megoldani? Mert összecsatlakozott, innentől fogva
a sisakot összepárosítottad, simán van netöd, simán föl tudod venni a telefonodat, ha akarod, tudod a zenét hallgatni, bármilyen applikációt föl lehet rá varazsolni, ami ezt tudja kezelni. Innentől fogva azt mondom, hogy tiéd a világ. Ez a készülék egyébként árérték arányban, én azt gondolom, hogy bármilyen nemű kis olcsó telefonhoz képest teljesen pariba van árba. Miért mondom ezt? Ez a készülék jelen pillanatban $259. Viszont, hogyha a leírásban található linkön köröztül beléptök a weblapra, ott van egy triumfos hege kuponkód, és hogyha ezt a kuponkódot a fizetésnél beírjátok, $50 kedvezményt fogtok kapni. Ezt mindenféleképp használjátok ki. Ez a 75.000 forintos ár most átszámolva dollárról magyar forintra. Én úgy gondolom, hogy ezért valami olcsó telefont azért nagyon alsó kategóriás lehet a mai világban kapni. Amit el lehet mondani erről a készülékről, ez teljes mértékben vízálló, és azt mondja a kis kínai, hogy ez még hőálló is, amivel még azért sokan szoktunk küzdeni, aki telefonnal navigál, fölmelegszik, fölhevül a telefonod, földugott töltőre, onnantól fogva meg aztán valamikor csak húzgálnod kell ki, mert azért látod, hogy ki is írja a telefonot, hogy fölmelegödött, elvileg ez ezt is tudja. Amit el is mondtam, a készülékre 15 napos visszaküldési garancia van, ha nagyon nem tetszik, és 2 évi jótállás van rá. És akkor egy kérdés, ami fölmerülhet, tulajdonképpen nem merült föl, de bennetek fölmerülhet, mögvögyem-e ezt a készüléket. Akkor fölrakom én is magamnak a kérdést, én mögvönném ezt a készüléket? Természetesen, mint amit pár mondatban én már mondtam is, én ezen gondolkodtam, hogy ezt mögvöszöm. Így a YouTube mög rajtatok köröztül ez sikerült, mert hogyha ti nem volnátok, mint feliratkozói, akkor az együttműködés a CarPool-tal nem jött volna össze, mert nem látja, hogy a csatornámon vannak ilyen fasz a feliratkozók, mint ti. Innentől fogva nem adta volna ezt a készüléket, de még egyszer hangsúlyozom, 75.000 forintot, srácok, nagyon mögér. És akkor nézzük, be is dugom. Párosítást csináljuk akkor még gyorsan. Nyitom a Bluetooth beállításokat. Már látjátok, ott föl is dobta a CarPool-t. Rányomunk. Párosítás. És igazából már a Bluetooth kapcsolat föl is állt. Ott mutatja a CarPool-nak a dolgát, és az Android autós egység üzemképes. Hát gyerekek, ez nem volt fél perc az egész. Annyi a párosítási üzemmód. És akkor mindjárt össze is durrantom a sisakkal is. Szerintem hasonlóan sokkal bonyolultabb. Ja, és hozzáteszem, én nem olvastam el használati utasítást, de működik a dolog, ennyi, látjátok. És akkor felhúztam a sisakot a fejemre, lehet, hogy ottok, ha látjátok is. Akkor nézzük, párosítsuk össze a sisakkal. Első lépésben bekapcsolom a sisakomat. Berakom a sisakot párosítási üzemmódba. Telefon párosítási üzemmód. Azt mondja, itt van ez a Bluetooth kapcsolat. És már föl is dobta. Rány. És párosítva van a headsetje, srácok. Ennyi. Ott elindult a zene. Most kinyomom, mert aztán a YouTube letilt. Srácok, a rendszer fölállt. Ennyi. Nem tudom másképp mondani, ez pik és a pak. Szenzációs. És akkor tulajdonképpen innentől fogva ez érvényt veszti, ezt le is veszem most innen, hogy ne csapjon be minket, hogy a telefon fönt van a motoron. Pinyereje nagyon megfelelő számomra, tök jó lehet látni, de majd a motorozás során meglátjátok azt is, hogy ez hogy működik. Ami viszont számunkra motorosoknak nagyon fontos, azok az applikációkat mindet kezeli, mint az Osmant, vagy OSM-t, mondhatjuk bárhogy, Google térkép, Sigic, amit én használok a navigációra, vagy épp a Waze. Sőt, ott a Spotify is, aki szeret zenét hallgatni közben. Nagyon sok mindent tud kezelni, amit a motorozás során esetleg használni szeretnél. És akkor nézzünk gyors egy navigáció indítást. Rányomunk a Sigicre. Amit el tudok mondani előjáróba, a Sigic offline módba is megy, ha nincs internet a telefonodon, a Sigic akkor is ezen így az Android autón keresztül futni fog. És akkor nézzünk egy navigációt, húzzuk össze a térképet. Nagyon jó reagálnak a gombok, nagyon érzékenyek, tök jó gyors a képernyő. Mondjuk egy kizombori címet benyomunk neki, a városközpontot, utasítások megjelenítése. És akkor tulajdonképp navigáció, folytatás. És már indultunk is. A zenét most kikapcsoltam, hogy a YouTube ne tiltsa le a videómat. A sisakon a kommunikációnak a hangját teljesen jól lehet hallani. Nagyon jól átjön a hang. Én úgy gondolom, hogy nekem ez valószínű, hogy itt fog maradni. Amit még nem tudok,
lehet, hogy aztán rá fogom kötni az akkumulátorra. Egyelőre most így az USB-be bedugva én azt gondolom, hogy számomra tökéletes a dolog. De a rendszer ez kurva jó. Picit ilyenkor bólintasz rajta, hogyha esetleg nagyon tükröződik. Talán a felülete azt lehet elmondani, hogy kicsit tükröződő. Azt mondom, hogy lehet, hogy egy tükröződő és mentes felület az azért nem volna rossz rajta. Ami még talán hátrányát tudok mondani neki, nagyon pici a bekapcsoló gomb. Az olyan határesető, a nagyon új végel kell nyomni, hogy az működjön normálisan. Itt a lényeg az, hogy lássátok, hogy a CarPride V502 milyen szinten tud navigálni, mit látok a képernyőjéből, a bácsit átengedjük. Én úgy gondolom, most amit látok a kijelzőn, az nekem teljesen megfelelő méretbe is. De hangsúlyozom még egyszer, hogy ez a legkisebb verzió, ettől sokkal, de sokkal nagyobbak is vannak. Én azt gondolom, az információk jól megjeleníthetők, látok mindent. 8 óra 17-re vagyok, 5 perc, 4,5 km a táv. Szerintem tök jó látszódik. Számomra így van összhangban a bűszerfal. Nekem ez így megfelelő. Amiről még beszéltem, nagyon jól tudja egyébként a hangalapú vezérlést is. Akár Siri, akár Google alapon. Hey Google! Start music! Na most elindítja a Spotify-t, úgyhogy le is állítom, mert letért a YouTube. De be tudtam mutatni nektek, hogy ez is működik rajta. Mit látjátok árnyékban, még vakítóban fényerőt lehet állítani. Van rajta egyébként éjszakai vagy nappali mód automatikus váltással. Amint mutatom, nappali éjszakai mód vagy automatikus. Én beállítottam, hogy automatikusan mondjuk a napszaknak megfelelően változtassa magát. A beállítások menüje szerintem tök jó. Bebírod állítani, hogy mondjuk a zenédet, üzenetjelzés hangokat, üzenetek megjelenítését, Android Auto indítása, zeneindítása automatikusan, én ezt beállítottam, én szeretem, hogy bekapcsolom, és akkor szól a fülembe valami. Sofőrülés pozíciója, ha most azt nem fogjuk kiváltani, az az első ülés, de ez autóra érvényes gondolom. Visszakilépés, és mint látjátok, kesztyűbe is tökéletesen működik. Itt tudtok lapozni, zeneszámot váltani, és rányomtok, működik a navigáció. És akkor egy pici összegzésül, kinek is tudnám én ezt a dolgot ajánlani? Igazából mindenkinek. Srácok, ez egy tökéletes szerkezet, telefonoddal összekapcsolod, és már működik rajta minden. Nem kell beállítást csinálni, nem kell semmit csinálni. Nagyon sok automata beállítás van a készüléken, ami működik, és működni fog. Látjátok, mint ahogy mutattam is, nagy valami nem kell hozzá, nagy tudás nem kell hozzá. Bárki fölapplikálja ezt a dolgot ide a kormányra. Egyszerűen, nagyszerű a készülék. Köszönöm szépen CarPride innen is.